következő képviselőjének a kérdése következik, aki Apáti István képviselő, a Mi Hazánk képviselője, aki azonnali kérdést kíván feltenni az energiaügyi miniszternek, Gáz van címmel. A miniszter úr távolléte miatt válaszadást a Kohn Zsófia miniszterhelyettes államtitkár asszonyt jogosította fel. Tisztelettel kérdezem Önt, képviselő úr, hogy elfogadja a választ. Természetesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy jelzi számomra, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Apáti István képviselő urat illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter, helyettes asszony, tisztelt országgyűlés. Gáz, vagyis komoly gond van a gáz és áram ár számlázása körül. A történet ott kezdődik, hogy kicentiszték, de leginkább rendkívül alulszámolták gáz esetében az 1729 köbméteres, áram esetében pedig a 2523 kWh éves mennyiséget. A valóságban a legtöbb magyar háztartás ettől többet, vagy lényegesen többet fogyaszt. Aztán megtorló jellegű az átlagfogyasztás felett úgynevezett piaci ár összege, amely gáz esetében 747 forint köbméterenként, azért a 2 euró körüli köbméter ár, az finoman szóval sincs összhangban a magyar háztartások többségének lehetőségeivel, de a villany esetében is a 70 forintos kilovattóránként jár, nagy túlzásokkal, amikor Paks kb. 11-12 forintért termeli meg. De az igazi problémák, tisztelt miniszterhelyettes asszony, akkor jönnek, amikor az átlag választó polgár, vagy akár egy matematikus, vagy egy villamosmérnök megpróbál eligazodni azzal kapcsolatban, hogy miért is annyi a gáz vagy a villanyszámla összege amennyi. Gáz esetében jelleggörbe számítást alkalmaznak, egy nehezen elérhető internetes felületen közé teszik az év naptári hónapjaira lebontott mennyiséget, amely egyébként a nyári hónapokban olyan alacsony, hogy az a melegvíz készítéses sem elegendő, tehát ott pillanatokon belül elérik a 747 forintos köbméter áru gázt az átlagfogyasztók, vagy még az átlag alatt fogyasztók is. A villany esetében pedig az a helyzet, hogy soha a 2523 kWh mennyiségig soha az életben nem jön ki a 36 forintos ár. A 44 forinttól, az 55 forinton, a 65 forinton át mindennel lehet találkozni, a kedvezményes mennyiségen belül is, de 36 forintos árról véletlenül sem. Azt szeretném nagyon egyszerűen megkérdezni Öntől, tisztelt miniszterhelyettes asszony, hogy miért nem lehet 2023-ben egy olyan informatikai rendszert kialakítani, amelynek segítségével követhető és könnyen ellenőrizhető a villany és a gázszámla összege. Mi akadályozza ezt meg? Várom az egyértelmű és mellébeszélésektől mentes válaszát. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ, mint említettem, Kohn Zsófia miniszterhelyettes államtitkára asszony fogja megadni. Parancsoljon, Öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Először is egy tárgyi tévedést szeretnék azonnal rendbe tenni, mert Magyarországon az elmúlt rezsében áram esetében a fogyasztási helyek 79, gáz esetében pedig a 86%-a maradt a védett sávhatár alatt a fogyasztási helyeknek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mérték, és az a helyzet, hogy mi 2013 óta azon dolgozunk, hogy folyamatosan fenntartsuk, eleve létrehoztuk a rezsicsökkentés intézményét, azóta pedig azon dolgozunk, hogy ezt fent tudjuk tartani. Még néhány érdekességet, hogyha elmondhatok, ugye nem mi, hanem az Eurostat mondja azt, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a gáz és az áram ára. A hollandok a gázért 7-szer, az áramért 4-szer többet fizettek, az uniós átlagára hazaihoz képest villamosenergiában 2,5-szer, földgázban 3,5-szer volt magasabb. Gázár emelkedésben egyébként Lettország, Románia és Ausztria az éllovasok, náluk több mint 2-szeresére nőtt. Hazánkban ilyen 2010 előtt volt, amikor a baloldali kormányok 2-szeresére emelték az áram és 3-szorosára a gázárát. Hogy hívjam fel a figyelmét, az Európai Bizottság nemrég közzétett őszi gazdasági előrejelzésére, amely szerint az Európai Unióban fennáll az energiaellátási zavarok kockázata, amelyek jelentős hatással lehetnek az energiaárakra, a globális termelésre és az árak általános szintjére egyaránt. Mi magyarok viszont nyugodtabbak lehetünk, hiszen felkészültünk a térre, a hazai tárolókban jelenleg 6,5 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre, ez az egész éves gázigény mindegy kétharmadát fedezi, azért azt elmondanám, hogy ezek azok a tárolók, amelyek most nagy biztonságot adnak, amelyet a baloldali kormányok eladtak külföldi kézbe, mi visszavásároltuk, és ezt követően még fel is jelentettek minket, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy most így tudjuk gyakorlatilag megkezdeni a fűtési szezont, és kérjük, hogy ebben
képviselő úr is támogasson minket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter helyettes asszony. Egy perces viszont válaszra Apáti István képviselő urat, illetve a szó parancsoljon képviselő úr. Szépen, tisztelt. Bocsánat, képviselő úr. Megköszönöm valamennyiüknek a munkáját, együttműködését. Az elnöklést átadom Lezsák Sándor úrnak. Parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter helyettes asszony. Hát pontosan az a probléma, hogy az önök által átlagfogyasztásnak gondolt szintig sem 36 forint az áramára, és nem 102 forint a gáz köbméterenként ára. Pontosan az a probléma, hogy ezen kvótán belüli fogyasztás esetében is világpiaci árat számláznak ki, 70 forintot az áram, és 747 forintot a gáz esetében. A nyári hónapokban a gáznál a 15 köbméter per havi mennyiség még a használati melegvíz elkészítéséhez sem elegendő. Éppen ezért azt javasolja önöknek a Mi Hazánk nagy tisztelettel, hogy olyan számlázási rendszerre kötelezzék a szolgáltatókat, amelyek úgy működnek, hogy éves leolvasástól éves leolvasásig a kedvezményes mennyiségen belül egyértelműen a 36 forintos és a 102 forintos ár szerepeljen a számlán, és csak az ezt meghaladó mértéken számlázzanak piaci árat, amelyet mind a villany, különösen pedig a gáz esetében szíveskedjenek szabad szemmel is jól látható mértékben csökkenteni, mert a 747 forintos gázárat és a 70 forintos áramárat a világon semmi nem indokolja a profitéségen kívül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Az élet mégis úgy hozta, hogy én folytatom tovább, majd csak később vált le engem Lezsák Sándor elnök úr, úgyhogy egy perces viszonválasz illeti meg Kon Zsófia miniszterhelyettes asszonyt is. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Nekem csak annyi kérdésem lenne, hogyha ez a rezsitámogatás nem létezik, akkor ezt miért támadja az Európai Bizottság? Tehát egy teljesen egyértelműen megfogalmazzák az országspecifikus jelentésükben, hogy ezt kritizálják, és azt mondják, hogy az energiatámogatási intézkedéseket fokozatosan meg kell szüntetni. Hát, hogyha ez nem létezne, akkor nyilván nem bántanák ezt az intézményt, és nem gondolnák úgy, hogy ezt le kell folyamatosan építeni. Ugye ezt már megtették korábban, akkor mi az Európai Bíróságon gyakorlatilag igazat adtak nekünk, és ezt a pert megnyertük. Az a helyzet, hogy most újból ennek az intézménynek nekiálltak, és folyamatosan a rezsicsökkentés intézményét támadják Brüsszelben. Úgyhogy ezért szeretném kérni képviselő urat, hogyha hisz ebben az intézményben, és abban, hogy ezzel tudjuk támogatni a magyar családokat, akkor mindenki biztosan arra minden magyar embert, hogy a nemzeti konzultációt töltse ki, hiszen a rezsitámogatás megvédésének az intézménye az első kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter helyettes asszony.